Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Állásfoglaló jelentő kérdést kaptunk, hogy előre mozdítja, vagy hátráltatja az emberiséget a mesterséges intelligencia. Most én azért egy harmadik utat, egy harmadik opciót választanék, mert se zsigerből ellenezni, se észre, hogy támogatni nem szabad a mesterséges intelligenciát. Azt mondom, hogy inkább a fontolva haladás, a szabályozás, korlátozás az, amire meg inkább szükség volna. Az emberiséget nem feltétlenül mozdítja előre, nem is feltétlenül hátráltatja, de mindenképpen veszélyezteti. Ezzel kapcsolatban oly állásfoglalások voltak már, hogy a atombombához, vagy akár egy világjárványhoz hasonlóan az emberiség kipusztulását is eredményezheti, és ezzel kapcsolatban több száz komoly fejlesztő és szakember nyilatkozatát látjuk e mögött. Valamint a multi cégekről feltétlenül szót kell ejteni, hiszen azok, amelyek korlátozás nélkül az emberiségre rászabadították, ráengedték egy fejlesztési szakaszban a mesterséges intelligenciát, nyilvánvalóan profit vezérelt módon. Rövid ideig tették közé azokat az ingyenes verziókat, melyek más csodát már is követték a fizetős verziók, úgyhogy a profitészség az már is megjelent a multinacionális. Erről kell beszélni, hogy mi van a háttérben, és hogy hogyan kell normális keretek közé szabályozni korlátozni. Máshogy látom kicsit a helyzetet, hiszen nem, hogy felülírhatja, felül is írják a gazdasági szempontok, a morális szempontokat, hiszen már rászabadították az emberiségre a mesterséges intelligenciát mindenféle szabályozás nélkül. A magyar kormány egyébként különösen nem tesz semmit, az EU pedig leginkább elvonja a nemzetállami jogokat ebben a kérdésben. Erre a kérdésre tehát a Google, a Microsoft már adott választ. Szóval te felülírhatja. A profit az első, még majd kicsit próbálják is ezt úgy beállítani, hogy ezt hát most ők csak emberekkel tesztelik, sokkal inkább emberekkel tesztelik a mesterséges intelligenciát, és azok a veszélyek, amelyek mondjuk a kiskorúakat illetik, vagy akár gondoljuk csak arra, hogy algoritmusok nevelik majd a jövő gyermekeit, egy ilyen világban élünk, de talán sokkal közelebbi az, hogy hány millió, milliárd ember fogja akár a munkahelyét elveszíteni a következő évtizedekben. Hát olyan alapvető emberi jogokról beszélünk, ami abszolút nem társadalmi vita, meg szakmai vita tárgya, és nem reagál erre a magyar kormányzat semmi esetre sem, pedig volna mit szabályozni bőven és korlátozni a politikát. Semmi sem veszélyesebb egy végnapjait élő pártnál, és ezt most is láthatjuk, hogy amikor már minden mindegy, akkor ledobja az apropómát, akkor mi pártra, aki kíváncsi a szavazzon, nem, mert mi szabadjára engedjük a drogokra, kipróbálhatod a mesterséges intelligenciát, éj a vállak, mi is ezt a pillanatot éljük meg, ugye? No, hát ez egy felelőtlen hozzáállás, és álszerű is ezek után azt mondani, hogy hát azért persze a morális szempontokat nem hivatják fel, hogy gazdasági szempontok, de ha valójában ráeresztjük ezt a mesterséges intelligenciát az emberekre, szabályozatlanul, már pedig jelenleg ez történik, akkor valójában álszempontból vár, de amellett fogalmunk állást, hogy a profit az első. A multinacionális cégeket szolgáljuk ki. Ezzel szemben egyébként egy üdítő kivétel Elon Musk, aki a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések felfüggesztésére szólított el. Ugye az ő becslése szerint már jövőre eléri egy átlagember értelmi képességeit a mesterséges intelligencia, és 2030-ra mindenkit lebaszít az egész emberiséget. Tehát itt tartunk most, és igen, ilyenkor felelőtlenség, és ha beszélünk a szabályozásról, mondjuk, hogy először is vannak fogyasztóvédelmi és adatvédelmi lehetőségek, a magyar jobban is, hogyha mernénk élni ezzel, de sajnos a kormányzat nem mer élni ezzel a lehetőséget. Ezt láthatjuk már egyébként a Beta kávárjájában is, ugye, hogy Toroszkai László perén keresztül, aki egyedül bevetette talán Magyarországon a Betát, hogy teljesen tehetetlen, még a bíróság is, tehát hiába döntött arról, hogy adják vissza a jobban, ahol letiltott Instagram oldalát, tehetetlen vagy ebben, és ki nem volt elszenvedő eddig önkényes cenzúrának, és ezeknek a profitéhes cégek túlhatalmának, mindannyian tudjuk, hogy a jóorvosnak nélküli lehetőségekkel szemben szinte semmi lehetősége nincs egy által felhasználónak. Mi lesz ezek után, hogy az egész mesterséges intelligenciával jóval nagyobb hatalmat kapunk ezek a profitorientációk? Ezekkel nem szembenézni. Orbán Viktor nem azzal kell támadni, hogy nincs mobiltelefonja, ezért ne is akarjuk szabályozni. Épp ugye el kell várjuk, hogy a Magyarország gyűlés szabályozza ezt a saját közösségünk érdekei és értékei alapján. Tehát az Európai Unióra bízunk, hogy az majd már kötelezővé tegye, de semmiképp se korlátozhatóvá például a gender propagandát.
ne úgy álljunk a mesterséges intelligenciához, mint az valami értéksemleges, objektív igazságon, egy technokrata alapon létrejöve. Azt is programozzák emberek, multicégek, tudjuk, hogy milyen érdekek mentén. Tehát amikor a jó meg a rossz között választunk, azt nem a gépekre bízni, és az alapprogramozás szerint is dönti nyilvánvalóan, de nekünk felelősségünk van, és lehet azt mondani, hogy valami még darab nincs okos telefonja, meg amíg nem próbáltuk ki a könnyű drogokat, akkor addig mi sem foglaljuk állást, meg amíg nem ültem be, polgárpukasztó darabjára én arra sem foglaljak állást, tehát ne vicceljünk már, meg amíg nem próbáltak ki a gumidőt. És ilyen egyébként a mesterséges intelligencia, hogy gumidőkön is lehet egyre kifinomultabbat biztosan, egyre valóságtűbbet, de azért én maradnék az eredetén. Nagyon is köszönöm. Tehát a mesterséges intelligenciát is lehet fejleszkedni, és lehet bizonyos jó célokra is használni nyilvánvalóan, de a korlátozás lehetőségével, a szabályozás lehetőségével, köszönjük. Szerintem viszont egyértelmű választható, hogy lesz-e anyagi jólét vagy nem. Nem kétlem, hanem teljesen egyértelműen nem fog anyagi jólétet hozni. Kényelmet, aki esetleg kényelmesebbnek érzi, a bizonyos szempontból egyébként azért valójában elkorcsosulás, elkényelmesedés, ugye, azt állíthatjuk, hogy kényelmesebb lesz az élet, a művétagokkal, kevesebb mozgással, kevesebb gondolkozással, kevesebb fáradozással, nem kell már házi dolgozatokat megírni, már a szerelmes versetik rá visszatjuk a mesterséges intelligenciára. Mégis ezeket nem éljük át, nem akarok egy időt időnél igazni, ez olyan élményektől hozta meg magát, aki a mesterséges dolgok mellett érve, hogy azért az menjek egy kicsit természetbe, vegye észre azokat a természeti csodákat, amiket félek, hogy így majd nem lehet. Anyagi jólét egyértelműen nem lesz, sőt, kifejezett elszegényedés várható. A társadalmi oldó az nyilvánvalóan növekedni fog, ebben azért egyetérthetünk, és nem csak, hogy a gazdagok lesznek egyben gazdagokban, egyre nagyobb hatalma lesz valóban, ami most még valaki csak nevet, a világkormányon, a világhatalma, ezeknek lesz egyre nagyobb befolyása, egyre inkább központi gondolkodnának minden, már a gondolkozást is, ahogy klasszikusan mondják, azt szeretném, hogy nem mondják meg, hogy mit gondoljunk, hogy egyetem miről gondolkozzunk, mivel foglalkozunk, mit csináljunk, azt egyértelműen tematizálja. A kiegészítés klasszikus, ugye? Veszélyt jelentenek az emberiségre, amit az ugye a mesterséges intelligencia atyának is tekintető, a DeepMind vezérigazgatója, a Sassatisztit többször egyértelműen leszögezte, hogy az emberiségre jelentenek veszélyt, sokkal nagyobb, amit akár való igaz, hogy a mobiltelefonok is elindítottak a 2010-es évektől. Ezzel kapcsolatban egyébként a Fekete István Szabad Egyetemünkön volt egy családbiztonsági szakértőnek egy nagyon érdekes prezentációja, amit ajánlok nektek a YouTube csatornánkon, meg lehet nézni. És ott valóban visszaköszönnek például ezeknek a globális tech cégek vezérigazgatóinak személyes gyermeknevelési tanácsai, akik annak ellenére, hogy ebben érdekeltek, azért a saját gyermekeik esetében valóban nem engedik például a most teretnek eszközhöz való hozzáskéréssel, mondjuk 10 éves korig legalábbis, amíg ellen tudnak állni. Érdemes megszívelendő kultúri, van azért közös nevező, sőt, tudják tételel is abban, hogy már összeesküvés elméleteket nem hirdetek, de vannak összeesküvés gyakorlatok, kétségkívül, amire viszont rá kell irányítsuk. Néha ciombölcsei az nem, ott ugye az nem egy valós dolog, bár akár úgy is történhetett, de maga felfedény, ami akkor megszületett, az egészen úgy. Köszönjük szépen! Tehát a lényeg az, hogy rá kell irányítsa a figyelmet, hogyha van valami összeesküvés, most itt úgy jön a szemes összeesküvés áldozata az egész emberiségnek. Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy valóban komoly átalakulás van. Mondjuk, hogy valakinek a globalisták, vagy egy algoritmus mondja tolva, vagy írja meg a programját, a felszólalását, vagy egy módosító javaslatát, vagy egy grafikáját, az már majdnem mindegy. Azért maradunk az emberi erőforrásoknál, tehát ilyen értelemben számunkra ez kevésbé jelent változást. Viszont azért mindenképpen kihívást jelent mondjuk a választások befolyásolására törekvő emmi alapú technológiáknak a korlátozása, visszaszorítása. Ugye láthatunk már Erdő Péter hangjával, képével, kamu videót, amin egy ízületi fájdalomra csodaszer kínáló eszközt reklámozott. Nyilvánvalóan a politikusok kapcsolatban is meg tudja menni, illetve olcsó választás nyilvánvalóan az ilyen kiszivárgott hangfelvételek esetében is, hogy ez nem is valódi, ezzel úgy kettünk is éltek, ugye, hogy összevágás, tehát nehéz lesz igazságot tenni, ez kétségkívül tény, ha megnézzük ezt az Erdő Péter videót. Nagyjából letelt az egy perc. Mindenképpen kihívást fog jelenteni.
választói igények felmérésében kitűnő lehetőséget nyújtan a mesterséges intelligencia egy kormányzat számára is, hogyha ezzel nem élne vissza. De mivel a programozótól függ minden, nagyon jól tudjuk, hogy a nemzeti konzultációnak álcázott propaganda és Kubaton Gábor megjelölni adatgyűjtés is egy kisiklapot, akár szép kezdeményezés is lehetett volna, de már azért eredetileg is ez nyilvánvalóan ezt a hátsó szándékot rejtette, és tudjuk, hogy mennyire primitív, lebukított gondolom. Én csak nem is személyre szabva, mint hogy egy mesterséges intelligencia már megterné, vagy amennyire egy professzionális amerikai kampányban már tudják a felhasználóról, hogy milyen üzenetet kell küldeni személyre szabottan. Úgy gondolom, hogy éppen ezért komoly veszély is rejlik. Sőt, nem tudunk elvonatkoztatni a jelenlegi kormányzat manipulációitól, hatalmi visszaéléseitől. Tehát összességben több veszély rejlik benne, mint a természetes kocsmapolitizálással alkotnának véleményt az emberek, és így gyűjtenénk be azokat a visszajelzéseket, amelyekre egyébként nekünk is lehetőséget ad a mesterséges intelligencia, hogy választói igényeket jobban összeszedjük. De talán még zárásként egy gondolat, hogy én akkor léptem ki a Jobbikból 2016-ban és adtam vissza a parlamenti mandátumot, amikor elindult egy olyan irányba a Jobbik, hogy folyton elkezdtem mérni az elnökségi üléseken úgy születkezett, és még folyton elkezdték mérni, hogy mi most a társadalmi felfogás egy-egy kérdésben, és már ahhoz igazítjuk a párt pillanatnyi álláspontját, főleg, hogyha a Szent Képviselő semmilyen más párt, akkor annak őbe gyorsan beleszaladjuk, mert gyorsan fölvegyük, hogy itt képviselnek hozzá az emberek, mi a közszangulat, és akkor legyenek úgyis az az álláspontunk. És nyilvánvalóan összetett, hogy egy képviselő a lelkiismeretére hallgat, vagy a választója, szakmai megközelítésére, világnézetére. Nagyjából letelt az idő. Semmiképp nem helyes, és azért az én demokrácia felfogása lehet jól körözünk a jelenlévőtől, hogy mindig hozzáigazítsuk a többségi álláspontoz, akár a saját megközelítésünket, politikai érdekeket. Köszönöm. Sokat beszéltünk ma a globális tech cégek felelősségéről, a politika felelősségéről, én azért mi zárásként szeretném felhozni azt, hogy kicsit a saját felelősségünkről is beszéljünk és gondolkozzunk. Mert a mi felelősségünk is, hogy mennyire élünk azokkal a lehetőségekkel, amik így is úgy is így lesznek, nem csak a dark web-el. Érhető lesz mindenkinek korlátozás nélkül. Tehát az, hogy amikor egy döntést tudjuk, hogy megcsinálunk egy egyetemi prezentációt, és egyébként erről már eltettem szólt, hogy nem biztos, hogy a közép-hosszú távon az elkényelmesedésre jó, még néha a könnyű eszközök is mi az ember. Egy hasonló párhuzam, csak talán nem a jövő küzdelme, hanem egy ilyen jelenkori politikai küzdelem, de hasonló kérdés a digitális pénz és a klasszikus pénz mellett közötti választás. Én azt gondolom, hogy nem kell csak egyet, vagy csak másokat választani, tehát miközben küzdök a hagyományos készpénz fizetés alkotmányos védelméért és megőrzéséért, aközben hogy mobiltelefonnal fizettem néhány igazánkos megrökülésére, de mégis szükségesnek tartom, hogy már látjuk azt a veszélyt, hogy mi lenne akkor, hogyha ha megszűnne a készpénz és az a totális megfigyelés, amit nem csak Kínában, de már látom más nyugati országokban is, akár az emberek adózott pénzének egy gomnyomással történő elvétele, amire láttuk például Kanadában is, bírósági ítélet nélkül a Covid lezárások elleni tiltakozásokat szervező több száz kamionos esetében. Ezek a veszélyek fenyegetnek minket, de rajtunk úgy, hogy egy olyan világot teremtünk, ahol megőrizünk, megköveteljünk, hogy legyen készpénz is. Én már nyilvánvalóan élünk is a legmodernebb technikai vívmányokkal, de látni kell, hogy milyen veszélyt jelent, hogyha mindenünket feladjuk és nem őrizünk meg azokat a képességeinket, amelyekkel ezek nélkül is tudunk élni.